A tervezett ütemnek megfelelően halad a balatonfüredi polgármesteri hivatalban 2018. január 1-je óta működő Paktum iroda munkája. A füredi és almádi járást érintő foglalkoztatási program keretében idén, június 30-áig összesen 168 fő jutott álláshoz, nők és férfiak nagyjából egyenlő arányban. Közülük jelenleg 12-en a támogatási időszak után fél évvel is rendelkeznek állással, és az idő előre haladtával a számuk várhatóan tovább emelkedik. Tudtuk meg Gajdos Attila projektmenedzsertől. Ha a Paktum pályázaton keresztül történik meg a munkavállalóknak a foglalkoztatása, akkor bértámogatást tudunk nyújtani többféle konstrukcióban, például 8 plusz 4 hónapos konstrukció. Ez azt jelenti, hogy 8 hónapon keresztül ugye a bruttó bér és járulékok kerülnek támogatásra, majd ezt követően további 4 hónappal saját erőből kell finanszírozni a foglalkoztatást. A tervezett szolgáltatások beszerzésre kerültek, és a pályázat keretein belül az ősz során Balatonfüreden és Balaton-Almádiban főként vállalkozók számára rendezvényeket, előadásokat fognak még tartani. Pénzügyi, vállalkozási, adózási és marketing kommunikációs témákban, tette hozzá Gajdos Attila. Én azt gondolom, hogy a program nagyon népszerű, ezt bizonyítják a számok is. A legutolsó adatszolgáltatás alapján 2019. július végével 301 fő vett részt ebben a projektben. A vállalásunk ez 358 főre szól, tehát ebből 358-ban már 301 főt bevontunk ebbe a projektbe. A projektiroda tapasztalatai szerint számszerűleg valamivel kevesebb munkavállalói igény merült fel, mint ahányan munkaerőt kerestek. A munkaerőpiac alakulását még mindig erősen befolyásolja a szezonalitás, és továbbra is népszerűek a turizmushoz köthető munkalehetőségek. Egy ugyanazon vállalkozó több munkaerőt is foglalkoztathat egy időben hasonló feltételek mellett, és többek élnek is ezzel a lehetőséggel. A munkavállalók számára pedig a program megtérítheti a munkába járás teljes költségét, amennyiben a munkavállaló tömegközlekedést használ a munkahelye eléréséhez. A terület és településfejlesztési operatív program keretében megvalósuló foglalkoztatási együttműködésre két járás, Füred és Almádi 554 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert el a Veszprém megyei kormányhivatallal, mint szakmai partnerrel közösen. A program keretében olyan finanszírozott képzéseket indítanak, amik kiszolgálják a térség gazdasági szereplőinek igényeit. A projektiroda tervei között szerepel még a helyi termelők összefogásának erősítése, amihez alulról jövő kezdeményezéseket is várnak. A termelők javaslataikkal felkereshetik a füredi polgármesteri hivatalban működő Paktum irodát.